Sziasztok, Zsuzsi vagyok, ez a mai videó az októberi haul videó, amiben mutatom nektek a hajápolási, bőrápolási és sminktermékeket, amiket ugye ebben a hónapban vettem. Remélem, Roni abba hagyja kint az ugatást, nem tudom, mi történt, de bocs, hogyha néha behallatszik. Szóval, mivel is kezdjük? Kezdjük a hajápolással. Igazából két termék van, illetve igen, két termék van, amit ezen a téren szeretnék nektek mutatni. Az egyik, az egy biotinos sampon. Ez a Difil márkának a biotin növekedést, hajnövekedés segítő, serkentő samponja, ami ugye biotint tartalmaz. Ezt a márkát egyébként most a Rossmannban lehet kapni, és azért vettem meg ezt a sampont, eleve már kifogytam a samponból, aztán majd látjátok végül is utána. Hát körülbelül miután megvettem ezt a sampont, arra rá 3 nappal voltam a fodrászomnál, és nála vettem egy nagyon jó kis Kevin Murphy csomagot, ezt majd mindjárt mutatom, de először ezt a sampont szerettem volna nektek mutatni. Szóval én erről a samponról, illetve erről a márkáról Serebánné Kincses Nikinél hallottam, amikor voltunk kint a Rossmann napokon, akkor kint volt ez a Difil márka is, és mondta, hogy neki az ő samponjaik, ha jól emlékszem, az ő samponjaikra mondta, nagyon-nagyon beváltak, és hogy tényleg nagyon különlegesek, úgyhogy most láttam a Rossmannban, és arra gondoltam, hogy akkor ezt a biotonyos verziót kipróbálom. Viszont erre rá pár nappal jártam a fodrászomnál, és megjelentek már a Kevin Murphynek ezek az ilyen karácsonyi csomagjai, ami általában úgy jön ki, hogy 3 terméket kapsz 2 termék áráért. A Kevin Murphynek egyébként a termékei nem olcsók, ez abszolút így van, hogy egy kisebb beruházás megvenni az ő samponjaikat és termékeiket, viszont én nagyon-nagyon hálás vagyok a Kevin Murphynek olyan szempontból, hogy rendbe rakta annó nekem a hajamat, és tényleg az ő termékeiket használni, ez egy egészen más világ olyan szempontból, hogy hiába drágák ezek a samponok, az én, amikor rövidebb volt a hajam, akkor majdnem 3/4 évig tudtam használni egy tubus samponjukat, mert tényleg annyira habzik, és annyira jól tisztítja a hajat. Most szerintem, hogy hosszabb a hajam, hát szerintem biztos, hogy 1/2 évig fogom tudni használni mind a sampont, mind a kondicionálót, ami benne van ebben a csomagban, illetve ehhez még van egy ilyen leave-in kondicionáló, ami kifejezetten erősíti a hajat. Ez a termékcsalád, ezt még nem próbáltam egyébként a Kevin Murphy-től, ez az Everlasting Color termékcsaládjuk, ami kifejezetten egy ilyen kötés erősítő termékcsalád, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá, iszonyatosan finom illata van, úgyhogy ez volt az én előkarácsonyi ajándékom tulajdonképpen magamnak. De térjünk rá a bőrápolási termékekre. Egyfelől jártam Rossmannban, és jártam Müllerben is, úgyhogy innen van a legtöbb termék, illetve így egy csomagban majd mutatom, sőt, kezdjük ezzel, egy csomagban mutatom nektek, hogy az All to Test-től is kaptam egy ilyen kisebb L'Oréal csomagot tesztelésre. És ez a L'Oréal csomag, ez tartalmazott egyfelől egy szérumot, ez a Collagen Specialist szérum, aminek ilyen nagyon izgalmas kis holografikus színe van. Én nem tudom, mennyire látjátok így a kamerán, de talán látszik, hogy ilyen kis, tényleg ilyen kis holografikus színe van ennek a szérumnak. Én most ezt körülbelül 2 hete használom, 1,5 hete használom, és nekem egyelőre ez a szérum egyébként így tetszik, így úgy érzem, hogy szépen hidratálja a bőrömet, úgyhogy ez szimpatikus. Kaptam emellett még 2 arckrémet. Na, ezekkel már egy kicsit több mondandóm van róluk. Mind a kettő termék, mind a kettő arckrém, ez az Age Specialist vonaluknak a 45 pluszos termékeik, amik pro-retinol tartalmaznak, az egyik az éjszakai változat, a másik pedig a nappali arckrém. Na, hát én ezt először úgy teszteltem, hogy a kettőt együtt teszteltem, viszont nagyon hamar érzékeny lett rá a bőröm, úgyhogy akkor így azt mondtam, hogy akkor törlés, akkor újra kezdjük. Megvártam, amíg egy picit lenyugszik a bőröm, egyébként azért elég hamar így rendbe jött, és akkor elkezdtem azt csinálni, hogy csak a nappali krémet használtam. Ezzel nem volt problémám. Tehát, hogy amikor így a nappali krémet használtam, nyilván még fogom azért hosszabban tesztelni, mert körülbelül szerintem egy ilyen 5 nap után nem éreztem problémát, hogyha csak a nappali arckrémet használtam. És akkor egy kicsit megint szüneteltettem, és azt mondtam, hogy akkor nézzük, hogy mi van, hogyha csak az éjszakait használom, viszont az éjszakaira nem. Az éjszakait nem bírja valami miatt az én bőröm, kipirosodik a bőröm, és viszketni kezd tőle. Valószínűleg ugye ez a proretinol, amit tartalmaz, ez a retinil palmitát, vagy valami ilyesmi neve van, ki fogom nektek írni. Elvileg ez egyébként a leggyengébb retinol tartalmú termék, és elvileg erre nagyon keveseknek
allergiás a bőre. Hát úgy tűnik, hogy én azért így, ha túl sokat használok belőle, benne vagyok ezek között az emberek között. Úgyhogy nekem ezzel vigyáznom kell. A nappalit azért azt még óvatosan tovább fogom tesztelgetni, és fogom figyelni, hogy milyen reakciója van a bőrömnek rá. De mondom, ez úgy tűnt, hogyha csak ezt használom, és nem a kettőt együtt, tehát nem viszem túlzásba ennek a proretinolnak a használatát, akkor nincsen vele problémája a bőrömnek. Úgyhogy én főleg ezeket az arckrémeket és szérumot teszteltem az elmúlt időszakban, viszont ugye, ahogy említettem, az egyik termék irritálta egy picit a bőrömet, és elfogyott az ilyen nyugtató szérumom, úgyhogy vettem kettő nyugtató szérumot is. Az egyik az én régóta jól bevált Geek & Gorgeous Stress Less szérumom, ezt nagyon kedveli a bőröm, én nagyon jó szívvel tudom ajánlani, mert tényleg szépen lenyugtatja a bőrt, úgyhogy ha bármi kisebb irritáció van, én szívesen nyúlok ehhez a szérumhoz, de szerettem volna kipróbálni, már egy ideje szerettem volna kipróbálni a Beauty of Hoseonnak ezt a nyugtató szérumát, ami zöldteát és pantenolt tartalmaz, úgyhogy ezt is használom, és nagyon tetszik egyelőre. Nyilván még csak egy pár alkalommal használtam, és nagyon-nagyon pozitív volt így a benyomásom róla, természetesen azért így bőrápolási termékeket érdemes hosszabban tesztelni, de ez a másik szérum, amit megvettem. De még folytatódik a bőrnyugtató termékeknek a sora. Az Izanának is megvettem ezt a ceramidos nappali arckrémjét. Ez pantenolt, úgy szintén a pantenol egy nagyon jó kis bőrnyugtató hozzávaló. Ceramidot és pantenol tartalmaz, és nincs benne parfüm, úgyhogy ezt is kifejezetten azért vettem, hogy egy kicsit így rendbe hozza a bőrömet. Szoktam használni a Báleának ezt az ilyen mindenmentes arckrémét egyébként, hogyha így irritált a bőröm, de az most pont elfogyott, úgyhogy azért gondoltam, ha már ott jártam Rossmannban, akkor kipróbálom az Izanának ezt a krémét. Ha már voltam Müllerben, akkor beújítottam egy vattapamacsot, én ezeket azért szeretem a Duchess-nek, ez ugye a Müllernek a saját márkája, ezeket a vattapamacsait, mert ilyen jó nagy felületük van, általában egyébként a körömlakkomat szoktam velük leszedni, illetve én szeretem a Kadeaváriának az arcmaszkjait, és vettem egyfelől, ez egy fátyolmaszk, ez úgy szintén ceramidokat tartalmaz, nem tudom mennyire érzitek így a tematikát most így ebben a hónapban, szóval ez ceramidot és hialuronsavat tartalmaz, tehát ez is egy ilyen nyugtató termék, illetve ez kettő ilyen arcmaszk volt, ilyen algás arcmaszk, úgy szintén hialuronsavat és pantenolt, ha jól emlékszem, ezek pantenolt is tartalmaznak, igen, úgyhogy ez egy ilyen kis, úgy szintén ilyen nyugtató arcmaszk. Még egy bőrápolási termék van, amit mutatok nektek, és aztán áttérünk a sminkekre. Ez egy termékminta, ezt a Notino-tól kaptam, mert leadtam egy Notino-s rendelést is, de azok majd a sminkek között lesznek, és ezt a termékmintát kaptam még a rendelés mellé. Ez a Sol de Janeiro-nak a Brazilian Bombom kréme, ami híresen finom illata van, még nem próbáltam ki, még nem bontottam ki, de nagyon kíváncsi leszek rá, mert ez egy ilyen kult termék, úgyhogy tényleg kíváncsi vagyok rá. Viszont akkor térjünk át a sminkekre, és kezdem is a, hát talán legizgalmasabb, de nem, egyébként mindegyik termék szerintem nagyon kis izgi lesz, amit még fogok nektek mutatni. Szóval, ugye az előbb mondtam, hogy kaptam ezt a Sol de Janeiro kult terméknek számító termékmintát, és igazság szerint egy másik igazán ikonikus terméket rendeltem a Notino-ról, az Urban Decay-nek a Naked palettáját, amit ugye újra kiadtak. Ez volt az első palettája az Urban Decay-nek, illetve hát az első ilyen nagyon nagy sikerű Naked palettája, amit ugye, nem tudom, 10x év után egyébként megszüntettek, jó pár évre beszüntettek, és most visszahozták. Természetesen majd hozok vele nektek videót, úgyhogy majd látjátok abban, hogy hogyan szuperál, de hát így néz ki kibontva. Tényleg teljesen úgy néz ki, mint így az eredeti Naked paletta. Állítólag azért picit módosítottak néhány festéknek a formuláján, úgyhogy ez egy ilyen igazi, neutrális nude paletta, a mindennapok hőse. És az az igazság, hogy nekem ez egy olyan paletta volt, amit amikor láttam, hogy visszahoztak, akkor tudtam. Tudtam, hogy biztos, hogy meg fogom venni. Ugyanis én ezt nagyon sajnáltam annó, hogy nem tudtam beszerezni, aztán ugye megszüntették, de nagyon örülök, hogy most akkor itt van már az én kollekciómban is. A következő termék, két ilyen sminkeléshez kapcsolódó eszköz fogok nektek mutatni. A Notino-ról rendeltem ugyanezzel az alkalommal egyébként ezeket az Essence szivacsokat, egészen egyszerűen azért, mert szivacsokból kifogyóban vagyok, és nagyon valahogy így teljesen le is volt árazva, szóval, hogy jó ár-érték arányba lehetett kapni, ebben van kettő nagyobb szivacs, ugye a Hello Kitty is ilyen limitált kollekciójuk volt, igazából sima smink szivacs, csak van rajta Hello Kitty arc, úgyhogy
úgyhogy ezért Hello Kit is, és van benne kettő ilyen kis picike, ami ugye a korrektor eldolgozásában tud segíteni, úgyhogy ezt ezért vettem meg. Aztán vettem egy kis ecsetet is, ez a Rival Loves Me-nek a szemöldök ecsete, egyszerűen mindig elhagyom a szemöldök ecseteimet, meg ezeket a kis ilyen kis keféket, úgyhogy nálam valami miatt ezek a szemöldök ecsetek ilyen eltűnősek, na mindegy. És ez tényleg pedig olyan, amit így mindig, minden nap használ az ember, ha más nem, legalább átfésüli egyszer a szemöldökét ezzel. Úgyhogy a Rival Loves Me-nek vettem meg ezt az ecsetét, nekem nagyon tetszik a mérete, hogy nem mini, de nem is óriási ecset, és ugye két végű az ecset, az egyik felén van ez a kis fertőző ecset, a másik felén pedig ugye ez a kis kefe, úgyhogy ez egy ilyen kis praktikus árérték arányban szerintem jól kihasználható kis darab. Nem mondom, hogy gyakran váltogatom, hogy milyen szemöldök termékeket használunk, de azért néha szeretek így egy-egy új dolgot kipróbálni, bár nem szuper új ez a termék, de elég jókat hallottam róla, és akkor így kíváncsi lettem, és azt mondtam, hogy na nézzük, ez az Essence-nek a Brow Lifting gélje, ami extrém tartást ígér, egy teljesen ilyen transzparens gél, majd mindjárt mutatom, mert egyébként már használtam, és van benne egy picike ecset is. Igazság szerint én ezt azért szerettem volna kipróbálni, mert nem igazán szeretem, hogy az áttetsző ilyen szemöldök zselék, azok ugye úgy működnek, hogyha felteszem mondjuk a színes szemceruzát, vagy a szemöldök port, akkor utána ugye visszateszem ugyanazt a kis kefét a tubusba, és akkor ilyen, hát így elszínezik a zselét, ami eléggé unguszti lesz egy idő után, de ez a zselé viszont úgy működik, hogy itt van egy külön kis kefe hozzá, amit egyébként minden alkalommal, amikor használom, utána így leöblítem, és így aztán kvázi nem fogja visszakoszolni a zselét. Ott látjátok, hogy néhány helyen már beleraktam ezt a kis ecsetet, úgyhogy ezzel kísérletezgetek most, hogy extrém tartása lenne, hát majd így kiderül, jó tartása van. Jó tartása van, de hogy extrém tartás, azért ebben nem lennék teljesen biztos. Na és az utolsó termék család, amit így októberben beszereztem, az egy limitált kollekció, méghozzá a Catrice-nek ez a Mystic Forest limitált kollekciója, amiről egyébként videót már hoztam nektek, úgyhogy ezt be fogom linkelni, de azért most így kezdcsinálónak mutatom, hogy milyen termékeket vettem meg ebből a kollekcióból. Hát egyfelől a kollekcióban van egy primer, egy ilyen illuminating primer, amiben ilyen, ahogy látjátok egyébként a csomagolásban is, ez a kis spirálforma, ez ilyen aranyszínű kis mikroglitterekből van, úgyhogy ez így fényesíti egy kicsit az arcbőrt, de nagyon szép kis finom kis primer. Megvettem a zöld színű körömlakot, ami egy gyönyörűségesen szép és nagyon jó kis tartós körömlak. Mindjárt mutatom a körömlak árnyalatát is, mert hogy pontosan ugyanaz, mint ennek a krémes szemfestéknek az árnyalata. Ez három árnyalatban kapható, ugyanúgy a körömlak is, és én mind a kettőből így ezt a gyönyörűséges zöld árnyalatot választottam. Úgyhogy ő így néz ki, és nagyon-nagyon jó tartós volt egyébként a sminkem ezzel a krémes szemfestékkel, úgyhogy ezt várjátok nagyjából a körömlaktól is, és itt szorongatom a kezemben, van két rúzs is a kollekcióban, van egy fekete, és én ezt az ilyen bordós, ilyen téglavörös árnyalatot választottam, ilyen igazi, ilyen kis őszi, mély rúzs. Ó, hát és ami szerintem most így nagyon-nagyon sokaknak így tetszett ebből a kollekcióból, az a krémpirosító. Van két krémpirosító is, van egy ilyen burgundisabb árnyalat, ami nagyjából olyasmi árnyalat, mint ez a rúzs, és van egy ilyen kicsit ilyen lilás árnyalatú krémpirosító. Ugye így eléggé ijesztő az árnyalata, de azért ezt szépen el lehet dolgozni, úgyhogy szép kis krémpirosító. Ennek ugye van egy kicsi ilyen lilás árnyalata. Na lányok, én ezeket a termékeket vettem így októberben, így szépségápolás terén. Remélem, hogy érdekesnek találtátok a videót, és hogyha érdekel titeket az Urban Decay palettával teszt, akkor iratkozzatok fel, mert hamarosan fog érkezni a videó, illetve hát a Catrice kollekcióval kapcsolatban pedig már fenn van a videó, a többi termékkel kapcsolatban pedig szerintem fogtok találkozni velük, vagy elfogytak videómban, vagy kedvencek és csalódások videóban, szóval valahol így általában így a hol videóim után szokott valamiféle ilyen későbbi visszacsatolás is érkezni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok!